Mátyus János mindössze egyetlen poszton változtatott a múlt héten a Fradit legyőző együttesén. Fridzóni helyett Nagy Tamás került be a kezdő 11-be. A haladástól elszenvedett vereség hatására 5 helyen is változtatott viszont Bekő Balázs, Varga és Farkas a védelembe, Vukászovics a középpályára, Novák és Pavicevic pedig a támadósorba került be, így kimaradt Botka, Szivacski és Balázs, és a cserepadról szállt be Bibétó és Filipovics. Nézzük a találkozó első említése méltó jelenetét. A 7. percben Járunk visszakerül a labda a kecskemétiekhez, sőt mi több, be is tudják fejezni ezt az akciót egy góllal. Novák Csanádot kell dicsérni, 0-1 a találkozó állása, Vukászovicstól kapott remek labdát. Nováknak ez az első gólja az NB1-ben. Győrből került Kecskemétre. A 9. percben Csillus adja el, Vukászovics íveli át a túloldalra. Bizony ezt is be lehetett volna fejezni góllal. Novák ezt elpuskázta. 20. perc. Csizmadja végzi el a partdobást, egy csúsztatás a rövid saroknál, és aztán egy kapáslövés. Szép gól. Marián Sluka 1-1. Utoljára 2011. októberében talált be a haladás színeiben a Siófok ellen. És ott látjuk, hogy Varga fejéről kerül oda Slukához, aki egyből lő. Ő döntött jól. Aztán egy szabadrugás, majd egy szűcsvédés. Vladan Savic ívelt előre. Egy szabadrugás 25 méterről Lovric csúsztatott kapura. Nézzük tovább, 29. perc. Jön a labda a jobb oldalról, Szűcs megy érte, de menteni nem tud. 1-2. Lovric megküzdött Tóth Gáborral, majd labdát szerzett Jagodicstól, beadta, Pavicevic pedig befejelte. 42. perc. Sikerül kifejelni ezt a labdát, de nincs vége az akciónak. Egymásra várnak a kecskemétiek. Egyik hiba a másik után, végül Csizmadiához kerül a labda, ami aztán meg is pattan. Két csoda, hogy gól lett belőle. 2-2. Nem tudom Varga mire várt, gondolom Tuivenre, aki mondta, hogy jön. Jött is, de rosszul. Itt egy újabb megpattanó és egy újabb. Végülis Tuiven lábáról került a labda a kapuba. Csizmadiának ez az első gólja ebben a szezonban. 2-2, tehát a meccs állása. 43. perc, Kenesei, remek beadás, megint egy borzasztó helyezkedés. Sasa Popin a gólszerző. Szépen fölmegy, és befelé oda a sarokba. 3-2, második meccse, második gólja a szerb légiósnak. 5 gólt láttuk az első fél időben, nézzük a második játékrész történéseit. Itt egyelőre nincs gól, Sluka vágta mellé. 69. perc, Savic tolta föl a labdát, és aztán Tölgyesi lő, Szűcs védett. 70. perc, megint egy kecskeméti akció, egy szép lefordulás, és ismételten Szűcsnek akadt egy kis munkája. Bibétó tűzte rá. Ez pedig a találkozó utolsó eseménye, 83. perc, Szűcs megint a helyén, a vége pedig 3-2.